Isten hozta önöket, szeretettel köszöntök mindenkit az Új Forrás Polgári Kör Közhasznú Egyesület nevében. Az idei év jeles alkalom mindannyiunknak, mert 10 éve vagyunk, 10 éve működünk, és ami a legfontosabb, egyik legfontosabb számunkra, 10 éve ismerjük személyesen a professzor urat, Egyesületünk tiszteletbeli tagja, és éppen kint, mikor fogadtam, mondtam neki, hogy nagyon sokkal tartozom én személy szerint neki, mert az életemben nagyon gyakran kapaszkodtam abba, amit ő mondott, ahogy él, amilyen ember, amilyen orvos, aki tényleg gyógyítja a szíveket, a lelkeket, és ugye gyógyította még a beteg embereket, akik testileg is gyógyított, nem csak szellemileg. Úgyhogy remélem, hogy akik ma itt vannak, úgy fognak elmenni innen, mint ahogy minden alkalommal én is így megfogalmazom, hogy jaj, de jó, és még, és még, és még szeretném, és amikor baj van, akkor előveszem egy könyvét, megnézem egy DVD-jét, és higgyék el, soha nem unalmas, és mindig találok valamit, amiben kapaszkodni tudok. Azt hiszem, a mai világunkban nagyon-nagyon nagy szükségünk van ezekre a kapaszkodókra. De rendezvényről rendezvényre azt tapasztalom, hogy mindig olyan emberek jönnek, akik ezt érzik, és élnek a lehetőséggel, hogy még itt van közöttünk, nem úgy, mint Makovec Imre, aki szintén gyakran volt a vendégünk, mindegyiküktől emberségből példát kaphattunk, és ezért én nem tudok elegendő köszönetet mondani, és hálát. Fogadják szeretettel a professzor urat, és akik nagyon-nagyon sok rendezvényen ott voltak, ugye tudják, a csend beszél. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a Teremtőnek, hogy itt lehetek. Köszönöm a Teremtőnek, hogy önök itt vannak. A kedves, szép szavakat, de tanuljunk valami újat. A templomban sem szoktunk tapsolni, meg hogyha nagyon ünnepélyes hangulatban vagyunk, odahozza, ott sem. Én ma úgy készültem a mai beszélgetésre, hogy egészen különleges dolgokat mondjak el önöknek, ezért előre elnézést kérek, mert nem lesz könnyű a mai tanúra előadás. De ismerve a jelenlévők nagy részét, akit már többször, több helyütt láttam, vannak, akikkel barátságban vagyok, és különleges alkalom, hogy körülnéztem, mert a jelenlévők is különleges közösséget alkotnak, mert ha a korfát megrajzolnánk, akkor itt ma egy egészséges magyar korfa van, mert legtöbbnek a fiatalnak kellene lenni, és nekünk, ahogy fogyunk, kevesebben az idősebbeknek. Hála Isten, ma sok fiatal itt van, ezért sok fontos üzenetet át tudok adni, és önök az őszhajúakat, a nagymamákat, nagypapákat, öreganyákat, öregapákat arra kérem, hogy adják át fiaiknak, unokáiknak. Ahogy idejöttem, régóta kedves barátom, barátnőm a meghívó, és valóban 10 évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor tele voltunk reményekkel, és úgy látom, hogy nagyon sok ember kezd belefáradni a reménységbe. Nagyon nagy hiba.
csodálatos dolgok történnek a Kárpát-medencébe, megnyílt az ég, a Jóistennel való kapcsolatunk egyre erősebb, de a földi életünk napról napra nehezedik, és azt gondoljuk, hogy életünknek ez a fő nehézsége. Nem. Ha a mi atyánkat imádkozzuk, mit is kérünk, add meg a napi kenyerünket. Ahogy körbenézek a jelenlévők között, biztos, hogy még több jut, mint a napi kenyérre. De mi az, ami tönkre tette életünket, tönkre teszi életünket, és nem igazán próbáljuk ezt megváltoztatni. Nem a külső ellenség, nem a külföldről jövő nehézségek az igazán nagy gondok, hanem mi itthon egymást bántjuk, egymást apró, pici tőkésekkel gyilkoljuk. Nem most kezdődött. Én arra szeretnék önöknek egy nagyon szerény kísérletet téve bemutatni, hogy hogy volt ez, és micsoda kapaszkodóink vannak, és igazán hihetetlenül nagy öröm kellene, hogy a szívünkbe legyen, mert a magyarság különleges helyzetben van. A világ legszebb földrajzi tájé egységénél. Bármennyire hihetetlen, de ez a földkerekség legszebb, legegészségesebb országa. Ha a világban katasztrófák történnek, már pedig fognak történni, de nyissák ki a szemüket és nézzék, hogy Kínában, Dél-Amerikában hatalmas, pusztító tájfunok, árvizek, majd ha a globális felmelegedés eléri azt a szintet, hogy a tengerszintek megemelkednek, akkor eltűnik Hollandia, Belgium egy része, majd Londonba járnak a szerelmes párok gondolázni, hiszen víz alá kerül. Nem kell nagyobb vízemelkedés az óceánok szintjében, mint egy 50-80 cm-nek. Ha ennél nagyobb, akkor a Föld átrajzolódik. Mi a biztos Eurázsiában a Kárpát-medence. Sem a szelek, sem a vizek nem érintik. Olyan országban élünk, ahol a Föld termőképessége messze meghaladja a világ bármelyik tájának termőképességét. 75 cm a humusz réteg. Egész Európát számítva 25-27 cm. Az édes víz a 21. század stratégiai életanyaga, már most, bár rejtett módon és nem kimondottan, de azért történnek a háborúk az arab félszigeten, a zsidók, az arabok között, Eurázsiába. Mi olyan országban élünk, ahol több édes víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. Eleink Árpád apánkék, amikor ide bejöttek, akkor hatalmas csatorna hálózatot építettek. Alig vagy semmit nem tudnak a magyar emberek erről, bár ha egy picikét utána néznek, ismert, hogy 1222-ben adták ki az aranybullát, amelyet úgy mondanak, hogy az első alkotmányunk nem az, de nagyon fontos az aranybulla kiadása, mert a 22-es aranybullába minden magyar embernek kötelessége volt az árkok, a fosszák, a csatornák ápolása. A 31-es aranybullából már kikerült. Tehát attól kezdve ezek a hatalmas csatornarendszerek eltűnnek, de megvannak légi felvételeken. Ma két területet kutatnak ifjú mérnök barátaink, ez pedig a Győr-Sopron megyében és a Bodrog közben. Egyértelmű, hogy 1200 előtt épült, a kérdés az, hogy az Árpád bejövedelhez képest hogyan készült. Ez miért fontos? Azért, mert ez egy földi Kánaán. Középkorú utazók leírták, hogy
itt olyan bő a hal áldás, hogy a Tisza vizébe, aki megmeríti a hálóját, a Tisza víz a kétharmadrészt halból és egyharmadrészt vízből áll. Ugye elképzelhetetlen, hogyan elképzelhető? Hát úgy, hogy akkor az áradásoknál nem gátat emeltek, hanem mint most tárolókat készítettek, és a tárolókba kifolyó víz nyár végére ősszel leapadt, és valóban olyan hatalmas volt a halsűrűség, és emlékeztem, az önök életébe volt a Romániából jövő cián szennyezés. A tudósok, komoly tudósok, akadémikusok azt mondták, na 10 évig nem lesz hal a Tiszába. És 3 év múlva nagyobb a halbőség, mint előtte volt, mert a nagy tározókba a hal ivadékok bejöttek a Tiszába. Tehát földi gazdagság, paradicsomi helyzet, és mi mégis nehéz életet élünk. Miért? Második Rákóczi Ferenc nagyfejedelmünk idejéből származik ez a gyönyörű, busongó, népi ének, aminek két sorát Bogár Laci igen gyakran ismíti, azt bizonyára tudják. Én a teljes szöveget felolvasom, széki gyűjtés. Tehát Erdélyből származik hozzánk. Menj el, menj szegény magyar a kétség partjára, tekints az ingadozó reménység pócára. S te, aki tűztül, vastul nem tudsz megborzadni, borzadj, mikor a végsors hideg jel fogadni. Vezettesd magadat szembekötve vakon, elfajult testvérittől csinált álutakon. Kik őseik hamvait rútul megtappották, aranyszabadságunkat aranyon eladták. Menj, add egy olyan kézbe szabadságot fékit, mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit, hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek. A szabadság és a rabság miben különböznek? Rabságban vagyunk. Már nem külhoni, hanem magunk által készített börtönökbe, magunk által készített árkokba taszítjuk egymást. Nagyon egyszerű megfogalmazni. Egyetlen Isten van, ő teremtett a világ mindenséget, ő teremtett élőt és holtat, egy életünk van, és egy nemzetünk van. Mi nem saját szándékból születtünk ide. Minket a Teremtő Úristen ide küldött. Nekünk itt van dolgunk. De mi a dolgunk? Hogy lehet az, hogy saját nemzetünk, ahogy nagy válteszi költőink megírták, ugye a Temfiat, támadt Temfiat kedvére, egymást bántjuk, egymást gyilkoljuk, pedig annyi gyönyörűség van a kezünkben, mint amit a kezembe tartok most egy kicsi gyönyörű könyvecskét. 1731-ben nem véletlenül körülbelül akkor adatott ki ez a könyv, amikor ez a széki gyűjtés történt. 1731-től 11 kiadást ért meg, ez az utolsó kötet, a 11. kiadás 1845-ből származik. 45 jön a szabadságharc, a 48-49-es szabadságharc, Ferenc József, a kancellária, a Habsburgok rájönnek arra, hogy fegyverrel, ahogy mondja ez a gyönyörű gyűjtés is, nem győzhető le a magyar. Mit kell tenni ahhoz, hogy bármelyikünknek az életét bizonytalanná tegyék? Hát el kell szakítani a családjától.
meg kell fosztani őseitől. Nem találkozhat apjával, anyjával, itt nem olyan messze innét, van olyan gyülekezeti ház, ahol meg kell tagadni az apát és anyát, olyan közösség. Hát bizonyára, hogy tudják, hogy kikről van szó, de szómágiával éljenek. Ha nem mondjuk ki a nevét, már egy kicsit nincsen. Csúnya szavakat, rossz szavakat egyáltalán soha nem mondjunk ki. Ha bennünket bántottak, azt a nevet felejtsük el, akkor már egy kicsit nincs. Mire koncentráljunk? Hogy meglegyen, ami megvolt, és nekünk javunkat szolgálja. Rájön a kancellária, hogy a magyaroknak el kell venni a büszkeségét, a tudatukat, a történelmüket, a nyelvüket. Ezért, és ezt kevesen tudják, a Széchenyi által alapított akadémia, amelyben sokan mások is részt vettek, de a legnagyobb adományt, a legnagyobb áldozatot Széchenyi hozta, Bajbáró és a többiek parasztok is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Tudós Társaságot megalapítsák, és azt mondják, tapasztalták ugye önök, ha dolgoztak, ki szabta meg a munkájukat? Hát aki a pénzt fizette, próbáljanak az ellen tenni, akkor a munkájukról elkerülnek. A Magyar Tudós Társaságot a magyar nép tartotta fönn, az ő céljait szolgálta, és amikor a Bach korszak jön, és minőféle tájékoztatás, mert önöknek valamennyiüknek úgy tanították a történelembe, hogy az a nagy dolog, a hazabölcse, ki is volt ő? Hazabölcse, Deák, micsoda nagyszerű ember volt, nem így tanultál? Most is így tanulják, nem? Hát nagyszerű ember volt. Deák kis középi birtokos volt, és olyan tehetségtelen volt, hogy a kis birtokát el kellett adnia. Széchenyi István vette meg a birtokát, és azt mondta Deáknak, ettől kezdve úgy gazdálkodsz, ahogy én mondom. 6 év után vissza tudta vásárolni teljes földjét és gazdagságát. Miért mondom ezt el? Azért, mert látszólag a kiegyezés Magyarország béke idejét hozza, amikor a magyar gazdaság fellendül, de ez ássa meg tulajdonképpen a sírunkat, ez ássa meg Trianont. Konkrétan, felkérések Széchenyi István halálának 150. évfordulójára írtam egy tanulmányt. De van egy misztikus történet, amit elmondok önöknek, mert ez a tudományos munka csak olvasva jelent információt, nagyon nehéz a szövege. A történet a következő. Az 1840-es években végre kőhidat kell építeni Pest és Buda között. A Lánchíd ötlete megfogalmazódik, igen ám, de ez régen is úgy volt, nagyon sok pénzbe kerül, kölcsönözni kell, aztán majd a hídvámból és egyéb pénzekből egy részét visszaszedik, ahogy az autópálya díjakból most az autópálya építését. Egy vlach cincár ember, Sina György, aki majd veszi a báróságot. Sina György, vlach cincár, magyar, de érdekes, miért is hoztam elő? Van itt valami Drasalkovics kastély? Igen. Ezt vették meg már Sina bárójék, és Sina bárónak a fiacskája, amikor eladja a Drasalkovics kastélyt, akkor a könyvtárat, mint általában szoktuk költözködésnél, felszámolják, és a szemét telepen meglelnek egy könyvet.
az, aki megleli, a borító lapon oda van írva, hogy Gróf Széchenyi István. Belül pedig az ajánlás Sina György bárónak ajánlja. Miért is? Mert az Rothschild bankház egy angol bankon keresztül megbízza Sina Györgyöt, hogy menjen el Széchenyihez és lobbizza ki, hogy ez a bankház kapja meg a Lánchíd építésének konzorciumát. Amikor Sina elmegy Széchenyihez, és ez jellemző, minden tisztességes magyar ember könnyen becsapható, és ezért ne bánják, sokszor halta, hogy annyiszor becsaptak. Én nagyon örülnék annak, hogy életem végéig még sokszor csapnának be, mert nem vagyok hajlandó gyanakodni olyan emberrel, aki először találkozom. Nem vagyok hajlandó rosszat feltételezni olyan emberről, akit nem ismerek. A jót előlegezem. Aztán, ha csalódok, akkor ugye arra azt mondják, micsoda buta ember, ezt láthatta volna előre. Széchenyit megkeresi Sina báró, és Sina elmondja, hogy hát itt nem csak a Lánchíd, hanem itt olyan beruházás is, olyan tőkerő, és jön az a Rothschild tőke, és ez megmenti Magyarországot ebből a rettentő helyzetből, és Széchenyi ír egy könyvet. Van egy kérés, támogatja, de ír egy könyvet, mert ő azt gondolta, hogy tényleg kíváncsiak arra, hogy ő mit gondol a magyar közlekedésről. Az első példány az Sina bárónak vagyon dedikálva. Csak akkor még a könyveket, mint ahogy most is, ívekbe hajtják és utólag vágják fel. De Széchenyi az első példány dedikálta, és nem vágta föl az ívet. Ez a fölvágatlan könyv. Magyarul, ha nem vágják föl, akkor nem lehet olvasni, mi van benne, ez a lényeg. Sina báró megkapta a lobbizás alapján a Rothschild ház a Lánchíd építésének jogát, de ki sem nyitotta a könyvet. Egy sort nem olvasott el belőle. Kikerült a szemétre. Ez a könyv 30-as években egy misztikus utat járt be, melynek a lényege az, hogy mindig annak kell megkapnia egy embernek adja tovább, aki Széchenyi szellemét, örökségét legjobban képviseli. Ezt a könyvet én kaptam meg, és nekem kell dönteni arról életembe, hogy halálom után a család kinek adja tovább. Széchenyit megölték. Ha Széchenyi élve marad, akkor nem tudták volna 1860-ban az új Tudományos Magyar Akadémiát, amelynek főnöke Ferenc József és a kancellária, és ők pénzelik. Honnét tudjuk, hogy megölték Széchenyit? Széchenyi zseniális volt. Annyira zseniális, hogy tudta, hogy ha valahol békén hagyják, az a bolondok háza. Széchenyi nem volt elmebeteg. Széchenyi ott nyert nyugalomra, és bár tudta mindenkiről, aki körülveszi a szolgáltal a titkárig, a titkár kivételével, bocsánat, hogy a kancellária küldte, és ott vannak körülötte, olyannyira, hogy utólag leírja az egyik, hogy Széchenyi, amikor magához kérte, mondta, hogy tudom, hogy téged spionnak küldtek ide, de téged legalább ismerlek, fontold meg, hogy mit írtam, hogy segítek a kancellária jelentésbe. Az illető pedig könyörgött, hogy ott van a családja, úgy is küldenek ide, ő megpróbál tisztességes lenni. Szóval Széchenyi tudta, hogy kik veszik körül. És mi ennek a furcsa történetnek egy forduló pontja, amikor felkérnek, hogy írja meg a tanulmányt, és ezt a kötetet keresem, olyan jól eltettem a sokszori költözködés során,
hogy nem leltem meg. Megvan, de nem, hogy a határidő volt, eljöttem Pécsről, 6000-es könyvtáram ott van, minden végig kellett volna nézni, de meg kellett írni az írást. És ekkor jön a Divina Machina, isteni beavatkozás, mert Őrsi Éva, munkatársam, akivel együtt dolgozom, élek 4 éve a rendelőbe, ő azt mondja, van egy családi ereklye írás, amiről én őszintén mondom, nem tudtam, kellett volna tudni róla. Tudniillik Széchenyi, amikor érzi, hogy mi lesz a Magyar Tudományos Akadémiával, először az akadémiához fordul, és egy kétségbe esett levelet ír az akadémikusoknak, de az akadémikusok, ugye ott is az elnökség veszi kézbe, azt mondják, hogy ez közgyűlésen nem lehet felolvasni, mert ez nekünk nagyon árt. Ismerik ezt a szöveget? Júj, nem, nem szabad ezt, nekünk nem lesz ennek jó vége. Viktor, ne kepicöljél, mert ezek a, nem lesz ennek jó vége. Ja, most Lagarde asszony ugyanazt mondja, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogják mondani, hogy Viktor, honnét láttad te ezt 2 évvel előbb, de nem fogják mondani. Nem fogják mondani, mert ez a rendszer így működik. Ez sem működött másképp akkor. Tudnélik, nem olvassák fel az akadémián ezt a kétségbeesett levelet. Ez kézzel írott levél. Széchenyi és a titkára kézzel másolnak 180-200 levelet, mert elküldik az akadémia elnökségének, emlékeznek, nem olyan régen, Deáknak a birtokát visszaadta az a Deák, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja 5 főssel és prónaival, és az a kérés, hogy az elnökségi ülésen olvassák fel Széchenyi István, a Magyar Tudományos Akadémia alapítójának levelét. Kétségbe esett levél, hogy mit nem szabad tenni, és nem olvassák fel. Udvarias levélben, ahol azzal egy papot bíznak meg, hogy menne el, és mondja el, hogy hát ez nem jó, ez most ebben a helyzet, ebben a kiélezett helyzetben, 1858-1859, nem tesz jót ez a magyar nemzetnek. 1860 meg kell ölni Széchenyit. De hát, hogy lehet megalázni egy embert? És akkor hogy kapcsolódnak össze ezek a történelmi síkok? Széchenyit meg kell ölni, de úgy kell beállítani, hogy öngyilkos lett. Hiszen a naplójában, ha türelmesen végigolvassák, többször, több mint 490-szer említi az öngyilkosságot. Aki ennyiszer említi, az nem lesz öngyilkos. Széchenyi gyötrődött. Minden nap azon gyötrődött, hogy vajon tettem-e eleget a hazámért? Vajon megtettem-e mindent? Megölik, de olyan ostoba módon, hogy abszolút bizonyítékok kerülnek a kezünkbe. Egy ügyvédember, aki kriminalisztikával foglalkozik, egy vastag könyvet írt erről, legyenek kedvesek, vegyék meg. Én csak néhány dolgot emelek ki. Széchenyit megtalálják a karosszékében, a koponyalövés miatt a szoba tele van agydarabkákkal, fehér agydarabkákkal. A lövés bal homloktájon van. Aki már öngyilkos volt, azt tudja, hogy ott nem szokott az ember utolsó pillanatban rossz kezével működni, mert ő biztosra megy. Széchenyi jobbkezes. Bal kéz, a mordája ekkora. Akkora a visszaütő ereje, ha volt önöknek kezében géppisztoly, puska, vadász, akkorát üt, ez a mordály, ha nem fogja meg, akkor elröpül. Mit találnak? A mordály, tehát megtekinthetik, nem messze, ha el lehet menni. Ott van, tudnélik nem csak, hogy jobb kézzel bal halántékon lövi, nem tudja magát, mert ilyen hosszú a cső,
hanem amikor szétlocsant az agyvelő, átteszi a bal kézbe, és nyugodtan leteszi a pisztolyt a bal térdére. Lehetetlen, tehát ha bal kézzel is lőtt, a pisztoly messze elrepül, a karja is valahol ott csüng, nem teszi vissza a térdére a mordájt és a kezét. És milyen ostobák, mert ha valaki, tehát ha önök között orvos van és kriminalisztikával foglalkozott, az tudja, hogy bármilyen agysérülés, lövés, ez egy zárt tér a koponyába, nem a golyó okozza a nagy bajt, ha a golyó kitalál, tehát bemegy végigfut a csonton, a másik oldalon kimegy, túl lehet élni, nagyon sokan túlélik a koponyalövést, hanem a belső robbanás, amikor szétrobban a koponya, akkor vérfröccsen, nem agy, vér, mert az agyban vér van. Ezek a pancserok a halál után, amikor megölték Széchenyit, akkor agy darabokákat szétragja, de vércsepp sehol nincs. Egyetlen egy vércsepp sincs. Ebből látszik, hogy egyszer mindenki fog derülni, de milyen érdekes, emlékeznek Kennedy elnök halálára? Mi történik a gyilkosokkal, vagy a potenciális gyilkosokkal? Meghalnak Oswald, és mindegyik meghal, a tanúk is meghalnak. Széchenyi környezetében élő fiatal emberek 3 éven belül mindenki halott. Aki valamit tudhatott volna arról, hogy valójában hogy történt a gyilkosság. Most arról nem beszélek, hogy hol van a szobakulcsa, hogy kerül elő. Tehát magyarul, aki kíváncsi rá, olvassa el a Széchenyi halálával a kapcsolatos vaskos kriminalisztikai könyvet. Mert mindezt arra akarom használni, hogy ez közel van. Ezt el tudják olvasni. Az én írásomat is. Borzasztóan fontos. De mi történik a történelmünkkel? Hogy hamisítják és miért? Ez a kérdés. Most kezdődött. Csak az új akadémia, ahol az akadémia megalapítják a finn-hun ugorisztikai tanszéket, tehát finn-magyar tanszéket. Ki alapítja meg, aki egy árva szót nem tud magyarul? Bundezi. Nem beszélnek magyarul, németek. Valamit megtanulnak pötyögni, de megalapítják a 1860. Akkor kezdődik az, hogy valami zsíroshajú, büdös pásztornép, aki valahol ott együtt elindultak az északi helyekről, semmihez nem értek, Lac Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, 2006-ban, tessék utána nézni, 2006-ban Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Magyarok történetében azt írja, hogy a magyarok, amikor bejöttek a Kárpát-medencébe, akkor a lovaglástól olyan görbe volt a lábuk, hogy alig tudtak menni, aztán itt tanították meg az embereket az eke használatára, ami kiegyenesítette a hátukat. Ferencet ismerem, én egy kedves, jó embernek ismerem, de hát soha életében nem látott lóval, ekével szántani, mert ugye csak úgy halkan mondom, ha tudná, lóval nem szántottak csak a 17. századtól, mert ökörrel és bivajjal szántottak, mert a ló az barátja volt a magyar embernek. Be kell hajolni az ekébe, és le kell nyomni a földbe, ha valami meghajlítja a hátat, az pontosan az eke, és aki valaha életébe lovagolt, ott egyenes derékkal lehet lovagolni, mert 10 perc után eltörik a gerince, ha nem egyenesen lovagol. A Magyar Tudományos Akadémia ezt leírja, meg azt is, nem külhoni, magyar. Mit ír le, hogy ezek a magyarok kedvenc szórakozásuk az asszonyok, meg a gyermekek gyilkolászása, meg mindenféle gusztustalan, tisztátalan emberek. ...1996
Magyar Tudományos Akadémia kiadó. A 96-osban megtalálják, de valószínű szóltak neki, hogy ez túlzás, Feri testvér, és itt megállunk. A szolgák mindig túl akarják teljesíteni a főnök utasítását. A katona parancsot teljesít, a szolga túl akarja teljesíteni. Valószínű szóltak Ferenc testvérünknek, hogy Ferikém, nem kell ennyire lihegni, elég egy kicsit kevesebb, úgyhogy vedd ki ezt a részt, a következő kiadásokban már nem találják. Ezért mondom, 1996-os Magyar Tudományos Akadémia kiadó kiadásában. Na, nézzük meg, hogy amit megtalálnak, hogy vélelkednek erről. Görbelábú, primitív, büdös, tisztátalan, szántani, vetni nem tudó lovas nemzetről, akik onnét föntről, valahonnét ide kevered, ide nyomták a besenyők, meg a nem tudom kicsodát. Ibn Rusta, arab lexikográfus és földrajzíró, 930. Írja, a magyarok turkfajtájuk, magyarok országa bővelkedik fában és vizekben, sok szántóföldjük van. Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosok, szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Figyelem, ruhájuk selyem rokádból való, fegyvereik ezüsttel és aranyjal vannak kiverve és gyöngyel berakottak. Az árpadkori temetőkben, amit találnak, megtalálják ezeket. Ma is, amit föltárnak. Bölcs Leó, bizánci császár, borzalmasan nem szeretett bennünket, ugye, mert annak idején majd Attilához is elérünk. Attila királyunk 453-ban ment volna Bizánc ellen, akkor ölette meg a bizánci császár, kivel is, tanuljuk a leckét, a német Ildikóval, az új menyasszonnyal, de majd eljutunk oda is. Bölcs Leó, a magyarok munkát, fáradtságot, az égető meleget, fagyott, hideget, minden nélkülözést tűrnek, szabadságkedvelők és pompa kedvelők. Hogy ne csak ilyen császárokat hallgassunk meg, lotaringiai Regino apát a világkrónikába írja, 908, olvassák el, így ír a magyarokról. A fájdalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen, karddal csak keveseket, de sok ezeket ölnek meg nyilakkal, amelyet olyan ügyes előnek is szarujikból, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni. Természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre. De sokat változtunk. Berengár, Itália királya, Szent Római császár, Lombardia követe, 921-ben azt írja, gazdagságú, pazar és szembetűnő, hatalmas sereget tudnak kiállítani, napokig lovagolnak váltó lovaikon, ha megindulnak, megmozdul ég és föld alattuk, harciasságuk és bátorságuk egyedülálló, nem félnek a haláltól, mosolyogva halnak meg, legyőzhetetlenek. Mihály, szíriai pátriárka, 1196, a magyarok becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak, nem szeretik a sok beszédet. Mivel 1196-ot írunk, és ha máshonnét nem, a Bánkbánból, katona József Bánkbányából van információnk II. András királyunkról. Hiszen onnét tudjuk, hogy miközben András a keresztes hadakkal kint van, addig a német főurak, ki is volt ez a kedves hölgy, aki emlékeznek rá, ez nem vizsgáztatás, Gertrudis,
Tudják-e, hogy halt meg az eszem adta? Nem fogok rákérdezni, csak kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják, hogy hogy halt meg Gertrudis. Általában nem tudják. A Pirisbe szent hely volt. A Piris szentséges helyére beavatás nélkül senki nem léphetett be. Gertrudis fölrúgta. Gertrudis nem jött ki onnét élve. De előtte volt egy kis apróság, ugye? Bánk, akire az országot bízta II. András, szembesült a szabad, elvű, azért gondolkodom, nem akarok senkit megbántani. Papok is voltak köztük, de hát bocsánatot kérek, a Borgia pápáknál rosszabb embereket nem ismeri, meg a női pápáknál. Ugye tudják, hogy azért van a pápa avatás után, van egy aktus, a füst akkor száll föl, amikor alányulnak a reverenda alá, és megmagyarózzák a pápát, hogy van-e az a bizonyos, mert a női pápákat el akarják kerülni. Ez egy ismert és általános és kötelező szabály, de korábban nem volt ilyen, ezért voltak női pápák, meg a Borgiák, meg a, ugye, mert úgy elfelejtik, hogy akkor tájt a püspökök, azok ugyanolyan földes urak voltak, és olyan élveteg életet éltek, hogy nem véletlenül történtek majd később a reformáció során a dolgok, amik történtek. De nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy fölteszem a kérdést, hogy tudják-e önök, hogy amint Hierosólyom várához elért II. András, Hierosólymi a francia, magyar szótárba ma is megtalálják, mi a Hierosólymi, Hierosólyom? Jeruzsálem. Ezt így hitták. Hierosólyom. És ma is a francia szótárba úgy találják, hogy nem Jeruzsálemi, hanem Hierosólymi. Oda megyek, oda megyen András 20 000 katonával, azt mi történik? Tudják? Megnyitják a kapukat, mert hogy a várvédők magyarul beszéltek. És rögtön megválasztják II. Andrást Jeruzsálem királyába. Következmény, az akkori pápa nem csak II. Andrást tagadja ki, hanem a magyar népet is. Ki tagadta pápa őszentsége? Ja, ez már nem az első, megszokhattuk Apa Sámuel idején, szintén kitagadtak bennünket, a római katolikus pápaság megátkozott bennünket. Ú, de érdekes, miért is? Azért, mert II. András az egybeszédűekkel nem háborúzott, nem ölt, hanem pápa őszentsége diadalára a szent sírt visszafoglalván csak nem ölt meg senkit. Gondolkodjanak el rajta. Na, visszalépünk. Hosszú sorokba tudnám olvasni a dicséreteket, de egyet még engedjenek meg, mert ugye az a hír terjedt, hogy a magyarok a kalandozások során, tehát amikor visszajövünk, Árpád visszajön 895-ben Kárpát-medencébe, utána egy hosszú időszak történik, több mint 50 csatát vívnak a magyarok, egy csatát veszítenek el, de illik tudni, hogy azért, mert a magyar vezérek elhitték, hogy barátkozni akarnak német testvéreink, és ott lefogják őket, megölik őket, de azt már nem mondják, ugye ez a lechmezei csata, hogy utána, mert 3 hadtest volt, 2 szétszéled, de a 3. vezér alatt összejönnek, és végigverik ezután ezt a területet. 50 csatából 49-et nyertek meg. Önök tanulnak arról, hogy Hannibal anne portas, ugye Hannibal átjön az Alpokon a harci elefántokkal, és északról megy Rómába. Igaz, hogy
A harci elefántok nagy része megdöglik, a katonáinak nagy részét elveszíti, és arról hallottak-e, hogy Bulcsú vezér ló és katona veszteség nélkül kétszer elfoglalja Rómát. És arról, hogy amikor Attila királyunk Róma kapuinál van, és pápa őszentsége hozza a város kulcsait és könyörög, hogy ne foglalja el, ne rabolja ki. A vezérek nem értik, de állítólag elhangzott Attila szájából. Következő. Ami hatalmomban vagyon, az szeretetembe vagyon. Tehát ezért nem pusztítja el Rómát. Ami hatalmában van az embernek, a szeretetében van. No, ez a szang elleni, ugye erről halltok, a szang elleni filmek készültek. A szang elleni évkönyvben, tessék megkeresni, ma már elérhető. 895-1060 között élt Eckhard mester. Mit ír ez Eckhard mester? Következőt. Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak. Mi ez a hazugság áradat? És sorolhatnám, második Murád szultán, 1404-1455, azért mondom el, majd lesz visszautalás Brezinszkire, mert és Pilisre. Ő azt mondja, Murád, azt mondta, aki elfoglalja Magyarországot, ura az egész világnak. Hát, Nagy Sándor is erre törekedett, ő se foglalta el. Miért akarják elfoglalni Magyarországot? És miért akarják elfoglalni különösen Pilist? Brezinszky azt írja a Gája jelentésben, hogy aki uralja a Pilist, az uralja a világot. Kezdik érezni, hogy miért is ez a nagy sürgés, forgás itt Kárpát-hazában. A kérdés az, hogy gyűjtünk, gyűjtmentek vagyunk, vagy mi vagyunk az ős lakosság, és mi vagyunk az ősnyelv birtokosai. Néhány adatot el fogok mondani, majd kérem, hogy jegyzeteljenek, de mielőtt belekezdenék Attilával kapcsolatban néhány dolgot szeretnék elmondani. Ugye Attila a világ legnagyobb uralkodójának és hadvezérének tartják, nyugati egyetemeken mindenhol így tanítják. Mindenféle ostoba filmet készítenek róla, hol délceg, daliás, hosszúhajú, ugye néhány ilyen Attila filmet láttak. Attila középmagas, inkább alacsony, széles mellkas, nagyfejű, piszeorrú, ritkás szakálú, ahogy leírta a kortárs. De a világ uralkodója. Igaz, hogy a nyugat-római birodalmat, ott volt egy csata, a katalóni csata, ami olyan féldöntetlenre ment, de mi volt a fő gond? Mindenki tudta, nyugat-római birodalom megbukott, mi jön föl a kelet-római birodalom, Bizánc, Konstantinápoly későbbi nevén, ugye? És a bizánci birodalom 453 tavaszán tudja, hogy Attila 453 nyarán őket fogja támadni. Hatalmas erődítményt építettek, de nyilván Attilának ez nem gond. Ezért mit kell tenni? Attilát meg kell ölni. Mit ír a történelem, és kik írják? Nagyon fontos, mindennek utána tudnak nézni. Jordánus írja le 100 évvel későbben, 550-es években Attila halálát. Milyen forrásokra hivatkozik? Priscos rétorra. Priscos rétor feljegyzései elvesztek az eredetiek, de hivatkozások vannak, és ezért, amit föl kell írni, aki kíváncsi rá, magyar nyelven megjelent Babcock, így ahogy mondom, Bebek. Fantasztikus
írása 15 évig semmi mással nem foglalkozott. Történész professzor, filológus, azzal foglalkozik, amit a könyve címéül ad, Attila halálának napja, egy nappal. 15 évet. És a következőket mondja el nekünk. Rövidítek. Ez a Priscos rétor a bizánci császár megbízásával Attila udvarába járt, és fantasztikusan leírja Attila udvarát. Többek között onnét tudjuk, hogy a fővezérek, vezérek aranykupából ittak, az egyszerű vitézek ezüstkupából, Attila pedig fakupából. Rendkívül vissza és önmegtartóztató ember volt. Soha senki részegen nem látta. És mi történik? Jön, ugye, ez úgy, hogy a felesége, Ildikó, ugye, küldik az arát, ki is a gótok, mert ő velük akar a szövetséget kötni. Valamikor a házasság nem szerelmi házasság, nem is látták egymást, hanem szeretett volna a gótokkal kibékülni, csak nem tudta, hogy a gótok a bizánciakkal lepaktáltak, és eljön a fiatal ara, de hát nem egy felesége, ugye a sorba a, mit tudom én, hányadik, sokadik feleség, fiatal nő, Attila, életerős, 53 éves férfi, szerette a jányokat, ez bizonyos, mert elég sok felesége volt, megengedhette magának, de soha nem volt ittas, és mi történik? Mi történik? Elvonul Attila a leírás szerint, Jordánus szerint a nász éjszakán, aztán nem jön elő reggel, se délbe, hanem este rátörik az ajtót, és ott találják Ildikót fájtlával letakarva, búslakotni, könnyezni, mert Attila éjjel meghalt. Majd ezután a történeteket kezdik színesíteni. És Priscos rétorra hivatkozva, ne feledjék, és leírják, hogy Attila előző este oly sokat ivott, berugott, megpattant egy ér, az Priscos nem írja le, megpattant egy ér benne, és a részegen az ágyba fekve hátrafelé folyt a vére bele a torkába, meg a tüdejébe. Aki orvos tudja, hogy meg lehet fulladni, ha valaki előtte nagy darabok ételeket evett, és a légcsőbe ilyen cupák belekerül, de ha folyadék belemegy, akkor az köhög, és majd két nap múlva elkezdődik a tüdőgyulladás, és Attila, ha így történt volna, akkor a tüdőgyulladásban meghal. Majd. Nem, ő ott hal meg, és akkor elkezdi fölfejteni Babcock a történetet, és kiderül, hogy az, akire hivatkozik Jordánus 100 év múltán, az nem más, mint Priscos rétor. Priscos rétor viszont Attila halálakor Egyiptomba a hajósoktól értesül Attila haláláról. A hajósok mondják, hogy meghalt Attila. Ő akkor hajóra száll, és eljön Pannóniába, és a környezetből ugye meg tudakolja, hogy hogy halt meg Attila. A legendák nagyon érdekesek. Emlékeznek? Gyerekkorukban tanultak, hogy mi történt azokkal, akik a háras koporsóba eltemették meg, akik tudták, hogy hol van Attila eltemetve. De érdekes. Mi történt? Meghaltak mind. Ja, a tanúk, hát azok hallnak meg először. Kinek volt érdeke, és nem megyek tovább. Tehát Attila, ahogy jövünk a történelembe visszafelé a hamisítások, mennyi idő telt el Attila és Árpád apánk bejövetele között? Hát úgy tanultak az iskolában, hogy Attila meghalt 453-ba és 896-ba, bár 95-ben ugye, de a millénium miatt muszáj volt egy évet csalni, és megegyeztek abban, hogy akkor nem 895-ben volt a honfoglalás, hanem 896-ba. De nem stimmel. Hát tessék már megnézni a gesztáinkat. Mit írnak ott a gesztákba, ami 1331 és 1340 között majd a Tarihi Ingyurisz, ami erőkerül, mit írnak ezek? Hát azt írják, hogy
hogy a Attila unokája még találkozott Árpáddal. Hát ez maximum 150 év. De hát mi nem annyit tanulunk, mi 453, tehát ez 450 év, akárhogy is vesszük, vagy közel 450. És erre jön egy német történész, valami Heribert Illig, aki 30 éve kutatja a sötét középkort, és azt mondja, hogy álljon meg a menet itt három a kitalált középkort. 300 évet betódottak. Így már milyen érdekes a mi ősi gesztáink, amik pontosan ezt írják le. És jön Illig a ma élő történész, és azt mondja, hogy hát álljon meg a menet itt, valakik történelmet hamisítottak. És eljuttam ahhoz a ponthoz, hogy abba hagyom, csak az érdeklődést szeretném fölkelteni, mert mindannyiuknak alkalmuk van arra, hogy ennek utána nézzenek is. Most gyönyörűséget fogok utána mondani, mert orvos vagyok, most gyógyítani fogok, pillanatokon belül, ha megengedik. De ott van ez a Michelangelo Naddeo, aki nem kevesebbet állít, hogy a kultúra, az EU, ázsiai kultúra a Kárpát-medencéből indult ki, Krisztus előtt 4-5 ezer évvel. Aztán ott van a már 12 éve lassan megjelent cikk, a Science-be 2000. november 10-én megjelent Szeminó és 16 genetikus professzor tollából, hogy a magyar nemzet, a magyar nemzetben most, akik itt vannak, meg a székelyek hordozzák legmagasabb arányban a 35-40 ezer éves ősgént. Nem elég? Nem, akkor mondom tovább. Viszokói piramisok. Ugye magyar, a Kárpát-medence magyarság déli határa, hála Istenem, most a bosnyákok vannak ott, mert azok nem engedik eltüntetni, mert nagyon büszke harcos nép. Mit találnak a viszokói piramisokba? Róvásírást. 35-40 ezer éves, de becsülik. Mert a tatár lakai agyakorongok is 1500 évvel idősebbek, mint a mezopotámiai első írásjelek, amire az eurázsiai kultúra azt mondja, hogy az írásjelek már innét származnak. Aztán itt van ez az etruszk kutató. Ez az etruszk kutató, ugye az etruszkok azok, akik a rómaiak előtt a félszigetet elfoglalták, és nem volt ősük, se utóduk. Mert ezek a magyarok voltak. Ezt írja ez a kicsoda? Alinei. Továbbit folytassák. Én nem történész vagyok, de egyet tudok. Ha a magyarság nem szerzi vissza az önbecsülését, a tartását, és görbehátonak gondolja magát, mint ahogy Ferenc testvérünk leírta, és nem olyannak, mint Leó pápa és többiek, egyenes tartású, tisztességes, becsületes, egymást szerető emberek sokasága, akkor nagyon nehéz lesz a következő időszak. Meg hosszú. Ha rájövünk, hogy milyen kincs a nyelvünk, a történelmünk, mi, az itt ülők, milyen kincsek egyenként, fölfogják, hogy mekkora kincs magyarul beszélni, itt élni a Kárpát-medencébe, akkor ez az út lerövidíthető. Könyvecske. 1731-ben adták ki először, és 1845-ben utoljára. Ez pedig, mutatom az elejét, így néz ki, 11. kiadás, a magyar nemzetnek történetét, a nebulók, mert az van, hogy Királyi Birodalom Magyarországnak is hozzácsatolt egyéb részeinek, a tanuló ifjak számára. A tanuló ifjak számára. Történelem. Így kezdődik a történelem. Azt mondja, nem akarom szép ejteni, nem jelöltem be, de mindjárt oda megyünk, az más bejelölés. Na, nem más bejelölés az.
Első kérdés. Micsoda nemzetből való vagy? Kérdezik meg az ifjút. Válasz. Magyar nemzetből való vagyok. Kiktől származtak a magyarok? Finugor. Ugye? Itt az van, a szittyáktól. Ezt tanulták a gyerekeink 1860 előtt, még a Magyar Tudományos Akadémia nem változtatta meg. Szittyák voltak, büszkék voltak származásukra, és csak az érdekesség kedvéért az 1845-ös népszámlálás néhány adatát elmondom. Törzsökös tiszta magyarok, 7.500.000, fél magyarok, zárójel kezdődik, azaz elmagyarosodott németek, szlávok, rácok, oláok, horvátok, kik jól és tisztán beszélnek magyarul, 1.300.000. És akkor felsorolja, összességében 16.880.000. 1845-i népszámlálás. És akkor lapozok egyet, mert elmegyünk, ugye ránéztem kegyed órájára, ön is ránézett, hogy mégis hol állunk, mert jön a 18-19-30 kora sorozat, addigra ott hol lesznek. Nem vicceltem. De tudják, nem marad másra idő, csak a gyógyításra, úgyhogy egy kicsit most a történelemtől eltávolodunk, és megnézzük, hogy ezeknek az ifjaknak mit ajánlott a könyv egészségügyi része. Pár oldal, élvezzék és vigyék haza. Az erkölcsről is van benne szó, a világi bölcsességekről. Két-három strófát azért felolvasnék. Azon légy, hogy tested és lelked épp s jó egészségbe maradjanak, mert azok Isten ajándékai, egészség nélkül sem kötelességeinket nem teljesíthetjük, sem az életnek igazán nem örülhetünk. Ugyanúgy olvasom, hogy le van írva 1845-ben, csak érezzék, hogy a magyar nyelv milyen csoda. Tested ugyan marad egészséges, ha evésben, ivásban, vígságban, smulatságban, álomban és virasztásban, pihenésben és munkában mértékletességet tartasz. Tiszta levegő, épp étel, egészséges ital és fürge munkásság erősítik a testet, ellenben a rossz levegő és táplálék, tisztátalanság, henye és kicsampongó élet, s rendetlenség gyengévé és betegé teszi az embert. Lelked ugyan marad egészséges, ha azt hivalkodó, ha vétkes indulatok, bujaság, irítség, gyűlölség, bosszú és epekedés nem rongálják. Türelem és gyakorlás által a legnehezebb munka is könnyűvé lesz. Ne légy bizalmatlan magad iránt. Sőt, bízzál Istenbe, ki munkáidat meg fogja áldani. Ne halaszd el holnapra, amit ma lehet és meg kell tenni. Tunyaság a sátán párnája. Már a régi polgárok is azt hitték, hogy az isteneik minden csak munka és fáradtságért adnak. Mi ez semmi között, avval ne gondolj, politika, inkább kötelességedet végezd gyorsan és készséggel. Rend tartja meg az embert, tehát rend uralkodjék egész életedben. És ezt úgy nézd, mint folytonos nevelést, melyben egyik életkor a másikat míveli, mivel vagy rontja. Minden nap és minden dolognál tanulj valami újat.
Esténként ezt kérdez magadtól. Vajon mai napon tanultam-e, vagy tettem-e valami hasznost? Ha erre igennel nem felelhetsz, elveszett reád nézve a nap, és azon nem voltál méltó az életre. Ötös pont. Üdvösségesebbet soha nem tanulhatsz, mint azt, hogy jobb ember kötelességei teljesítésére alkalmasabb és képesebb, Isten iránt háládatosabb, az emberek iránt jobb szívű, és nekik hasznosabb légy. Így ember magában boldog, és megnyeri mások tiszteletét és bizodalmát. A gonoszok félnek tőle, de a jók szeretik, ő Isten gyermeke, mert hasonlóan cselekszik, mint ő. Hatos pont. Semmi se legyen szentebb előtted, mint jó lelkiismereted és kötelessége. Ezeken alapszik belső boldogságod, becsületed és jó híred neved. Vallástalan, lelkiismeretlen, kötelességét hanyagon teljesítő ember senki nem tisztel. Ember tisztességesen viselje magát, ha az állatnál alávaló nem akar lenni, mert társaságban él, illik, hogy testét tisztán tartsa, jól fedő, alkalmatos és illendő ruházatra gondoskodjé, lakásában is mindent kerüljön, mi az egészség, tisztaság és rendellen volna, vagy mi undorodást és visszatetszést okozna. Magad viseletlen el legyen goromba vagy illetlen, könnyen megszokod azt, és elidegeníted magadtól az embereket. Most jön a mi nyelvünk. Isten nyelvet adott néked, mint embernek. Tanulj tehát értelmesen, világosan és kellemmel beszélni. Megtanulod ezt úgy, hogy másokra vigyázz, kik értelmesen, világosan és kellemmel beszélnek. Ne kapj senkinek a szavába. Ki ezt teszi, az műveletlen nyers. Ne felejj, míg nem kérdeznek, de akkor megfontolva, illedelmesen és szerénységgel szólj. Semmi nem ajánlja az embert annyira, mint a nyílt arc, az értelmes és erkölcsös beszéd. Hogyha magadat értelmesen kifejezhesd, tanulj olvasni és írni, olvasás által nem csak az Isten igéjével, de más emberek gondolataival, hogy megismerkedünk. Legmélyebben tisztelt felséges uradat, szeresd hazádat. Mert néki köszönheted életedet, neveltetésedet, szüleidet és barátaidat, keblében éledé gyermeki és ifjúkorom vidám éveit, mivel él szabadságával, jussaival, részesülsz áldásaiban, benszülöttje benne lakjál, ki szülőföldjét megveti, s külföldön pazarolja rongyá, vagyonát, nemzeti megvetést érdemel. Szolgálj ezért hazádnak, erőd és tehetséged szerint, csak úgy leszel érdemes fia, aki annak közjavát előmozdítja, terheit viseli, az leghűségesebb, leghálázatosabb tagja. Hazád törvényei szentek legyenek előtted. Tanuld azokat különben tudatlanságból is, büntetés alá eshet el, vagy megcsavatható. A törvény nem ismeretlen, nem mentesít a büntetéstől, ugye? Ne bíráskodjál fölöttük, már a törvények fölött, hanem cselekedjél szerintük. Szeresd nemzeted ősi magyar nyelvét. Nincs féltőbb kincse egy nemzetnek, mint nemzeti nyelve. A világ legrégibb történetei bizonyítják, hogy azon nemzet, mely nyelve gondatlansága által elkorcsostott, vagy idegenek majmolása, és felvétele miatt elenyészett az élő nemzetek soraiból ki töröltetett. Pénzeddel bánj, most okosan ez az utolsó tétel, de muszáj, hogy professzori intelmeket is elmondjak. Egészségi szabályok. 1845.
mossa magát reggel, kiki vízzel úgy, de hideggel, s nyújtószék frissen, hajait fésülje díszesen. Járjon sétálva, fogait tisztítsa vakarva. Kik ezt nem mívelik, testek tagjait erősítik. Étel után, hidd el, tenyered jó mosni vízzel, tartja kezeit tisztán, szemed érleli, fényre kinyitván, hogy ne sírast fejedet, most fiam, a kezedet. Ha tetszik, felség, testednek az élet, egészség, a terhes gondtól óvd szívedet, úgy a haragtól, éj, de kevés borral, s csak vékony vacsorával. Étel után kelj fel, párnád a délre felejtsd el. Aki délbe lefeküdt aludni, érzi egy jó esélyt, de utána az egész napja borzalmas. Vasárnapi délutáni alvást egy észre megpróbáltam, és mindig megfogadtam, hogy soha többet nem, de... Mert hármas romlás, mint restség, nátha, főfájás származik, el sem múl a déli restes álomból. Azt is el nem mulaszt, hogy az emésztést ne szorongasd. Lazán aztán a drágszíjat, meg soknyát. Ezt, ha megtartod, éltet sok időre halasztod. Szem, fürdő, szél, borivás, bors, tűz, porhagyma, éjjeli virasztás. A síralom, szerelem, rontja valóba szemem. Kenyér, éj szép mértékkel, lyukacsos kőt puha kenyérrel. De ne vegyed melegen, s ne vegyed, ha béles ületlen. Ne rágd vastag éget héját, vérednek ezt neveli sárját. Ha vagy egészséggel, a sajt jó búzakenyérrel. Ha vagy ha betegséggel, kenyerettől sajtodat hadd el. Cseresznye, körte, szilva, téj, malacpecsenye, káposzta. A káposzta szorít, de jó készült leve lágyít. A fiataloknak mondom itt, ez az idősek tudják, hogy miről van szó, ez a székletnek a konzisztenciája, ugye. Mindig az időseknek az egyik probléma, hogy van vagy nincs, kemény vagy puha. Itt a tanács, hogy a leve az lágyít, ha veszed egymásra, hasadat indítja folyásra. Jaj, ez nagyon tetszik. Mikor egyél keveset? Na mikor? Azt mondja, ha kívánsz élni, tavasszal nem kell sokat enni, nyárban sem használ, ha sok étel asztaladon áll. Hogy ne temessenek el, úgy éjjel, éj az őszi gyümölcsel, végy hozzá télben, valamennyit akarsz az étekben. Magyarul, se tavasszal, se nyáron, se télen, se ősszel, sokat ne egyél. Most, hogy már közeleg a pillanat, hogy megyek ki dohányozni, mi a pipa? Mi a füstös pipa? Kérded, sátán csali sípja. Ellened ezzel oroz, s majd veszedelmet okoz. Mit használ? Mondd el, magadat sápasztani füsttel, úgy kivalál buborék, füstleszelés, habarék. Jó bor, légyen erős, tiszta, friss, híves, jószagú szamata. Erkölcsi regulákból, csak a másodikat, jó? Aztán na, még a harmadik az az oskolába. Reggel. Jókor felkelj, öltöz, mosdjál, az Istenhez fohászkodjál, megmosd a szád, szemed, s füle, frissebb lesz úgy egész tested. Elnyírasd a hajadat, zsíros vagy olajos kézzel neked inkább mosd meg vízzel. Nyakra, melyre valód légyen, mivel a puszta nyak szégyen. A körmöd nagyra ne engedd, keszkenőd otthon ne feledd. Ruhádat portól megtisztítsd, a csizmádat megfényesítsd, szépen menj ki az utcára, sok ember szeme láttára. Utcán! Menj az utcán szépen folyvást, nem kullogva,
se nem futvást. Magad ne görbítsd előre, ne hánykolódj nyakra főre, ne andalogj, ne kiabálj, ne údalogj, ne haigálj, ne ácsorogj a csapszéknél, piacon vagy mészárszéknél. Figyelem, grafitisek. 1845. Ide van írva, ne firkálj házak falára, vagy kerítés oldalára. Gyerekeink nem csak most szerették, ez akkor is, hát fölhívja, hogy ne firkálj a ház falára. Ruhádat félvára nevesd, kezed és lábad ne hányd nevesd, derék ember előtt térj ki, emberséggel köszönj néki. Ha elő van, ne erőzd meg, ha utóbb van, állj meg és várd meg. Ne menj keresztül előtte, jobb felől se menj mellette. Ha megszólít, frissen megállj, szemébe nézz, s felej, szolgálj. Szép módjával meghajtsd magad, szokott titulusát megadd, míg szavát elvégzi, megvárd, beszédét keresztül ne vágd. Szólj okosan, nem ümgetve, nem suttogva, nem hebegve. Amire int, azt megfogad, ha elbocsájt, hajtsd meg magad. Oskolában. Nagy vízben ne menj fürödni, télben ne menj sikározni, de siess az oskolába, mint tudomány vásárába, foglalj helyet, Istent kérjed, hogy tanulva célod elérjed. Időt fordíts tanulásra, nem játékra, futkározásra. Uh, 1845. Kitől valók vagyunk? A magyar történelemről, Magyarországról, ezt a kis könyvet valaki áttanulmányozza, akkor tudja Magyarország, mert így van felosztva, Magyarország földjei, vizei, földrajza, lakóinak száma, annak megoszlása, államrendje és egyebek, és ott vannak az erkölcsi és egészségi jó tanácsok. Nem tudok jobbat mondani, mint amit itt olvastam. Kedveseim, időnk lejárt, de a modern dolgokról is szeretnék befejezésül szólni. Tegye fel a kezét, aki szívkimélő margarint fogyaszt, mert a televízióban ugye mondják, hogy ezt tegyék. Szívkimélő margarin. Senki nem eszik szívkimélő margarin? És másikat se? Hát akkor minek hoztam el én a táblámat? Ismerik ezt a kis kísérletet? Ismerik? Aki nem ismeri, mondom, még a hangyák is beledöglenek, hogyha a margarin tesznek. Szegény hangyák. Jó? Majd megnézi, aki akarja, nem akarok róla beszélni, hanem amivel búcsúzom, kivételesen nem az az áldás, amivel szoktam, mert Károlytól nem kaptam könyvet, ott ül, hanem egy gyönyörű 1919-ben Trianon előtt írott Sajó Sándor, magyar ének 1919-ben írott versének utolsó két strófájával. Sokáig nem mertem elmondani emberek előtt, mert féltem az irredenta vádtól, és úgy megszégyenítettek, mert a legnehezebb helyzetben ma a magyarok Kárpátalján vannak. És három kárpátaljai hölgy és egy férfi, három, illetve négy kobzos eljött Magyarországra, elmegy Kárpát-medencébe, és mindenhol elmerik énekelni ők, otthon és a Kárpát-medencében. Utolsó két versszak. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni csak magyar földön, és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már most porba hull.
de ezt a lelket itt hagyom örökbe, és ez ott víjog majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe, el innen rablók, ez az én hazám. És leszek szégyen, és leszek gyalázat, s ott égek majd minden homlokon, s mint bujdosó gyász az én szép hazámat, a jó Istentől visszazokogom. És megfúvom majd hitem harsonáit, hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt, bölcsővé lesz még minden ravatal, havas Kárpáttól, kéklő Adriáig, egy ország lesz itt, egyetlen s magyar. Ha itt befejezném, nagy hibát követnék el. Mert melyik országról ír Sajó Sándor? Kárpát haza szeretet országáról. A magyarság legfőbb küldetése a Kárpát-medencébe, hogy minden magyar és minden itt élő nép, korábban itt élő, később befogadott, bárkit, akit befogadtunk, szeretetben és békességben élve tegyük életünk minden napjait. A Kárpát-medencébe a magyarok mindig befogadók voltak, és soha nem igáztak le népet. Nem tartottak rabszolgát, szolgaságban nem döntöttek országot, ha egy területet idézőjelben elfoglaltak, akkor egyenlő jogú szent korona országgá tették. Erről szól ez a vers, a szent korona országok egységét kell visszaépíteni, és a szeretetet, ami ott van minden egyes ember génjébe, és azért vagyunk ilyen betegek, mert megtagadjuk őseink szellemiségét, és gyűlölködünk. Addig még mások gyűlölködnek, a gyűlöltet betegítik meg, mi magunkat is. Ezért be kell fejezni a gyűlöletet, a haragot, a békétlenséget. Úgy, hogy ez a 45-ös kis könyvecske minden gyerekünknek ajánlotta. Nem pártokba kell gondolkodni, nem vallási felekezetekbe. Egy Isten van, egy nemzetünk van, egy hazánk van, és egy életünk van. Szent János evangélista, és ezzel befejezem, életének utolsó több mint 10 évében összesen 2 szót volt hajlandó mondani. Soha többet nem mondott, mint 2 szót. Én is ezzel búcsúzom. Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Ennyi a teendő. Isten áldja meg kegyelmeteket, nem tapsolunk. A magyarban van nagyon szép válasz erre, Isten fizesse meg. De leginkább Isten áldja magunkat. Nagyon nehéz megszólalni ilyenkor, rövidre is fognám. Professzor úr szívesen, mint mindig, dedikálja a könyveit. A szokásos, amit szoktam mondani, civil, kis egyesület, önfeltartóan, aki úgy gondolja, hogy tud segíteni, dobozokban adományaival járuljon hozzá költségeinkhez. Mi azért választottuk ezt az utat, hogy mindenkinek hozzáférhető legyen ilyen ember, mint Baklajos, hogy mindannyian építkezzünk testben, lélekben, szellemben. Akik járnak rendezvényénkre, azok tudják, hogy nálunk van egy hagyománya az elköszönésnek, hiszen amellett, hogy közéleti embereket, példaértékű embereket szoktunk meghívni, Csángóföldön hozzájárultunk egy magyar iskola felépítéséhez, és azokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Vargyason, Makovec Imre
felhívására hozzájárultunk egy templomépítéshez, ami kiderült ugye, hogy régi 15. századi romokra épült, és ezekre mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ez mindig, akik a rendezvényeinken voltak, azokkal hozzá segítettük ezt a folyamatot. Tehát azt szeretném mondani, hogy a végén mindig megköszönjük mindenkinek, és áldást mondunk. Most először a hagyományokhoz szíve, nem tudom mióta a hagyomány, de a paraszt életben ugye az ünnepek, a jelesnapok, a kalács, és a bor, és a mértékletesség. Tehát én mióta tudom, mindig saját kezűleg sütöm a kalácsot, most már a kenyeret is jelentem, jó élelmiszerem lesz, van 20 csibém. Törekszem. Tehát vissza a gyökerekhez. Vissza a gyökerekhez. Mindent próbálunk önállóan. Tehát először, akiről hallottak, Őrsi Évának szeretném megköszönni. Professzor úr munkatársának, aki mindig segít. A professzor úrnak elárulom, hogy a 10. évfordulóban én igyekeztem egy színvonalú kalácsot hozzam össze. Kicsit sérült, kicsit hibás, de még működik. És hozzá egy kicsi bor. Villányi Rozé a kedélyétől, igen. Tessék bort fogyasztani a hölgyeknek is, nagyon fontos. Két okból is, mert egészséges, meg a férjük kevesebbet isznak. No. És tehát az elköszönés, a csángó köszöntés. Feljött a nap szép fényesen, bünköt is süt gyenyesen. Feles jött, eles haladott, nekünk örömöt hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket s a lelküket. Úgy legyen.